Amíg a tél a lakástüzek időszaka, ahogy enyhül az idő, úgy lesznek egyre gyakoribbak a kültéri tűzesetek. A tavalyi évben országosan közel 10 000 esetben riasztották a tűzoltókat elszabadult szabadtéri tűz miatt, melyek közül 3 halálos áldozatot is követelt. A lángok elterjedését szinte kivétel nélkül emberi mulasztás idézi elő, pedig egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető lenne az esetek nagy része. Szabadtéri tüzek rendszerint emberi gondotlanság, felelőtlenség és némely esetben emberi szándékosság során szoktak kialakulni. Sőt, az esetek 99%-ában ott van az emberi tényező a szabadtéri tűzek kialakulásában. Ahhoz, hogy ne ismételjük meg a tavalyi súlyos statisztikánkat, amikor 1115 ilyen szabadtéri tűz volt a megyében, átlagosan 4-500 szokott lenni. Hogy ne ismételjön meg, tehát ez a tavalyi statisztika, föl kell, hogy hívjuk az emberek figyelmét néhány alapvető tűzvédelmi szabály betartására, illetve az ismeretekhez irányú frissítésére. Már évek óta megfigyelhető, hogy leggyakrabban a kerti égetések alkalmával alakul ki nagyobb tűz. A katasztrófavédelem, valamint a környezetvédelmi szervezetek rendszeresen felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a kerti hulladékok eltávolítására a komposztálás vagy az elszállítatás lehet a legjobb megoldás. Aki mégis az égetés választaná, fontos, hogy figyeljen a megelőzésre. Csak is olyan tüzet gyújtsunk meg, amit mindenkor képesek vagyunk ellenőrzésünk alatt tartani, tehát nem fog tőlünk a tűz elszabadulni tulajdonképpen. Ennek érdekében bizonyos eszközöket, oltóeszközöket oda kell majd helyeznünk, tehát legyen ott oltóvíz, legyen ott kéziszerszám, hogyha mégis tovább terjedne, akkor az a tovább terjedést meg tudjuk akadályozni, és amennyiben befejeztük ezt a tevékenységet, akkor oltsuk be az izzást és a parázslást, földdel takarjuk le, vízzel oltsuk be, kéziszerszámokkal oltsuk el tulajdonképpen. A tűzgyújtás szabályait minden település esetében önkormányzati rendelet határozza meg. A hatóságok rendszerint a hosszantartó szárazságok alkalmával rendelnek el tűzgyújtási tilalmat. A tűzvédelmi szabályok megszegése pénzbírságot von maga után. Ez az okozott kár mértékétől függően 20 000 forinttól akár 3 000 000 forintig is terjedhet.